van a stúdióban, Őrsi Mátyás, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi szól mindehhez, illetve hát amióta talán ezek a lapok nyomdába kerültek, azóta McCain szenátor egy közleményt is kiadott a magyar idő szerint tegnap éjszaka, pontosítandó, hogy mire is gondolt. Itt már finomabb kifejezéseket használ, nincs neofasiszta diktátorozás. Ha szabad egy ilyen komoly műsorban ironizálni, akkor én azt mondanám, hogy Orbán Viktor egy hatalmas győzelmet aratott. Szerintem mindig erre várt. A világ fővárosának legfontosabb intézményében, a szenátusban róla van szó. Kisebb rendőrségi érzésével először Magyarországot akarta legyűrni, majd az Európai Uniót, majd Amerika is vele foglalkozik. Szerintem neki most boldognak kell lennie, de irónia vége. Óriási nagy bajok vannak. Én teljesen mindennek tartom azt, hogy McCain helyesen használta a neofasiszta szót, vagy sem. Szívesen belevidekednek a megvitatásába. A probléma egyébként abban van, hogy a nátizmussal össze van keverve a fasizmus, és szerintem a Mussolini féle fasizmusnak elég sok minden megfelel, de ez teljesen mindegy. Az a probléma, hogy McCain, mint az éjszakai nyilatkozatából kiderült, teljesen tisztában az, ami történik Magyarországon. És hogyha az Egyesült Államok külpolitikájának egyik legfontosabb befolyásra bíró személyiség ezt így látja, ebből óriási baj lehet. Én azt kérdezném meg, mi derül ki ebből az éjszakai nyilatkozatból? Mert ugye az kiderül, hogy talán ez, ettől a kifejezéstől maga McCain is egy picit visszarettelhetett, hiszen mintha azért finomított volna rajta. McCain nem olyan megrettenős fajtának ismerem. Nem tudom, tudják-e a nézők, hogy McCain Vietnámban fogoly volt, ahol kínozták, információkat akartak tőle kiszedni, semmit nem tudtak belőle kiszedni. Az, hogy McCain megrettent volna attól, hogy a magyar külügy rámordult, én ezt elnézetesen hadd most jövök. Nem hiszem, hogy megrettent, mert ez egy kemény nyilatkozat. Nézze, más egy szenátusi beszéd, és más egy hosszas kifejtés. A szenátusi beszédben még az is lehet, hogy megbánta, és más, nem tudom. Az a lényeg, hogy amit ő éjszaka erről kimondott, az egy nagyon pontos analízise a magyarországi helyzetnek. Végigmegy a sajtószabadságtól kezdve a fékek és egyensúlyok rendszerének lebontásán keresztül gyakorlatilag mindenen végigmegy, amiről itt Magyarországon vita folyik egyébként, tehát immáron 5. éve. Mindenről pontosan tisztában. De mi is ennek az egésznek az igaz rizikója? Amikor olvasom jobboldali, tehát magukat hazaszeretőnek gondolom vélő újságírókat vagy politikusokat, akik lesöplik ezt a dolgot, hogy tessék tájékozódni előbb. Azért azt szeretném tőlük kérdezni, hogy Magyarország, amely történelme során azért nagyon sokszor volt idegen hatalmak megszállása alatt, mit szólnak ahhoz, ha most McCain, vagy bármelyik befolyásos szenátor felállna az Egyesült Államok szenátusában, és azt mondaná, hogy az Egyesült Államok miért nyújt védőpajzsot egy neofasiszta, mondjuk rosszul fogalmaz, egy neofasiszta országnak, és nem kéne Magyarországot kizárni a NATO-ból, akkor mit szólnak ezek az emberek, akik most fölényeskednek, hogy tessék tájékozódni? Kérem szépen, teljesen mindegy, hogy McCain pontosan fogalmazott-e. Ha az ő fejében ilyen gondolatok előfordulhatnak, ez egy óriási veszély Magyarország jövőre nézve. Ezt legalább ennyit kéne Magyarországon belátni. A magyar külügyminisztérium úgy reagált erre a mondatra, hogy bekérette az amerikai ideiglenes ügyvivőt, André Gutfriendet a külügyminisztériumba, ami hát abból a szempontból egy érdekes lépés, hogy André Gutfriend az amerikai kormányzatot képviseli, McCain pedig republikánus. Nem csak arról van szó, hogy most milyen oldalt képvisel. John McCain egy szenátor. Egy parlamenti képviselő, most magyar kifejezéssel, egy parlamenti képviselő kifejezéséért, gondolatáért egy kormányt behívni a külügyminisztériumba, tudja, hogy kik tesznek? Oroszok, kínaiak, kubaiak, venezuelaiak. Kész, vége. Ilyet más nem csinál. Azzal, hogy önmagában, hogy behívják a nagykövetséget a külügyminisztériumba, ezzel szinte alátámasztják, hogy Magyarországnak fogalma nincs a demokráciáról. Hát John McCain nem az amerikai Egyesült Államok kormánya nevében beszélt, hanem ha tetszik az arizonai polgárok nevében, de hát ez egy képviselő, hát nem lehet egy képviselőt kormány. Mit gondoltak, hogy rászól a kormány John McCainre? Egyne John, ne tessék így beszélni a magyarokról, tessék tisztelni őket. Hogyan gondolja ezt a külügyminisztérium? Vagy megint csak befelé kommunikál, hogy megvédjük a magyarokat?
Micsoda elképesztő, tehát szemtelenség egy ilyet tenni. A legrosszabb képet nyújtja ezzel Magyarország, hogy behivatja a nagykövetséget, képviselőnek a szavaiat. Abszurdum. Ha már a nagykövetségnél tartunk, ön szerint igaza van McCain szenátornak, amikor azt mondja, hogy ebben a helyzetben, ebben az országban politikai kinevezettet küldeni felelőtlenség, egy szappanopera producerét, és ide karrierdiplomaták kellenének? Én azt tudom önnek erről mondani. Egyesült Államok, amióta a külpolitikával foglalkozom, baráti országokban, olyan országokban, ahol a kapcsolat kiegyensúlyozott, és legfeljebb gazdasági ügyeket kell, meg kulturális ügyeket kell javítani, mindig politikai nagyköveteket küld. Azokban az országokban, ahol rendkívül komolyak a kihívások, Oroszországban sosem küld politikait, Kínában nem küld politikait, ezekben mindig karrierdiplomatákat küld. Mondok egy példát, Moszkvába sokáig nem tudtak nagykövetet találni, annyira nehéz a helyzet, végül John Taft nagykövetet Grúziában szolgált, Ukrajnában szolgált, csak hogy mutassam azt, hogy mi van mögötte, végül őt küldték ki Moszkvába, mert Oroszország egy nehéz ország. Amikor John McCain azt mondja, hogy Magyarországra karrierdiplomatát kell küldeni, ez azt mondja, hogy Magyarország egy problémás ország, ahol a legjobb tudással kell bírni ahhoz, hogy a két oldalú kapcsolatokat kezeljék. Én azt gondolom, hogy ebbe a logikába illeszkedik John McCainnek ez a mondata. Én ezért úgy vélem, hogy a nagykövet egy megfelelő kiképzést fog kapni, szerintem good friend, ugye most a Charles de Fers át fog minősülni DCM-jé, a Deputy Chief of Mission, kiválóan fogják vinni a dolgaikat, hát ettől nem tartok, de ez a logika vál John McCain szavai mögött, megint csak arra fölhívva a figyelmet, hogy John McCain egyik legbefolyásosabb külpolitikai politikus, hadd tegyem hozzá, hogy én követem John McCaint a Twitteren, Facebookon, ő napra kész Pakisztánból, Darfurból, Tajvanból, Dél-Afrikából, hihetetlen fölkészült. Illetve valószínűleg van egy stáb. Hát szerintem kiváló stáb, de most mindegy, lényeg, hogy nagyon felkészült, hogyha azt gondolja, hogy Magyarországra karrierdiplomatát kell küldeni, az arra utal, hogy komoly baj van. És itt nem lehet ilyen nagyképűen visszaválaszolgatni. Hát viszont az amerikai kormányzat valószínűleg azért nem gondolja, hogy ennyire komoly baj van. Egyrészt elhatárolódtak a McCain kifejezéstől is az amerikai külügyminisztérium. Másrészt ők nem karrierdiplomatát küldenek, hanem ragaszkodtak Colin Bell személyéhez. Összefügghet-e ez azzal, amit elemzők szoktak mostanában megpendíteni, hogy akár ez a nagyobb feszültség Magyarország és az Egyesült Államok között most amúgy is oldódhat, hiszen a déli áramlatnak tudjuk, hogy vége, és már a paksi bővítés körül is nagy kérdőjelek vannak. Hát én nagyon szeretném, hogy oldódjanak a kapcsolatok, mert ez nyilván nem jó, mert a dolgok mennek. Ugye feszültség a kapcsolatokban. Igen, igen, igen. Az, hogy Egyesült Államok egy politikai nagykövetet küld, ez nem a külügyminisztériumnak a döntése. Ez Obama elnöknek a döntése, és ez nincs mindig azért ebben a mértékben végig gondolva, de ezt tudomásul lehet venni, szerintem ennek akkora jelentősége nincsen. Az, hogy a külügyminisztérium elhatárolódik John McCain azon kifejezésében, hogy neofasiszta, ez szerintem egy udvariasságnak be lehet tudni. Még egyszer a második világháború után ezeknek a szavaknak egy átkozott jelentésük van, és ez helyes, és szerintem nem jó ezeket használni. Érdemes más kifejezéseket leírni az Orbán rendszernek a lényegét, még akkor is, hogyha a Mussolini féle fasizmussal nagyon sok hasonlóság van. A korporativizmus, az erős állam, a pártnak az állammal való, nemzettel való azonossága, és lehetne a folytatni, ez mennyiben hasonlít, tényleg ennek a szónak túl van terhelve a második világháború után. Jól tette a külügyminisztérium, hogy ezt tisztázta, ugyanakkor érdemben, amiket John McCain elmondott, attól a külügyminisztérium nem határolott el. Azért nem, mert sajnos ebben John McCainnek igaza van. És ez a nagy kérdés, nem pedig az, hogy mit mondott. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Önöknek köszönöm az eddigi figyelmet. Most ismét híradó következik, aztán térjenek vissza hozzánk, mi is folytatni fogjuk Felcsuti Péterrel a híradó után.